Elég sokkotokat most elindítottalak benneteket egy Kalatú rendszerrel, és ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan kell egy munkatársat elindítani, a szponzorálás, hogy miből tart, és hogy nehogy véletlenül átessetek ti is, vagy átessünk abba a hibába, hogy folyamatosan munkatársakkal tárgyalgatunk, közben meg a saját eladás nem működik. Úgyhogy David Wu tanításait követjük folyamatosan, és Dave elmondta, hogy 4 hónap alatt ő teljesen kiégett, holott napi 15 embert hozott be, és azzal, hogy megváltoztatta a rendszerét, azzal, hogy rátette a munkatársakat a rendszerre, és olyan oktató videókat gyártott, amit ugye mi is folyamatosan gyártunk, és rátette erre a rendszerre az embereit, nagyon-nagyon jól konvertáltak ezek a videók, és ahelyett, hogy őt állandóan hívták volna, folyamatosan ugye a munkatársak egymást segítették, nálunk is itt van ez a közös chat fal, nem tudom, mi a véleményetek a közös oldalunkról, és majd itt kérek ilyen véleményt, hogy megcsináljuk-e ugyanezt a Facebookon. Van egyébként, csak úgy nem elhanyagoltam, hogy gondoljátok, oda be lehet tenni a Facebookra is egy ilyen oldalt, mint itt a Skype-unkon van. Nagyon jól működik egyébként, de tényleg ezt így kultúráltan azt látom, hogy meg tudjuk csinálni. Nagyon ellenezték egyébként egy páran, hogy most minek csinálom közös oldalt, de épp ezért azt mondja David Wood, bárkinek valamilyen problémája van, be tud írni, és ha beírtok, akkor egymásnak tudunk segíteni, nem kell állandóan minden szponzornak ott állni készenlétbe, hogy most valamire válaszolni kelljen. Jó. Oké, tehát működik, ugye? Hogyha gondolját, felesleg is a Facebook oldal szuperül működik. Én is így gondolom, Judit, egyetértek veled, mert Facebook jó, az rossz, és nem tudom, Skype nekünk most jó működik, szerintem ez így jó. Ha véletlenül összeomlan a Skype, akkor csinálunk egy Facebook csoportot is ezzel kapcsolatban. Jó, tehát akkor ott tartottunk, hogy amikor valaki becsatlakozik hozzánk ide a rendszerünkbe, akkor mi rögtön összeállítunk neki egy Kalatú oldalt. Nem tudom, hogy mennyire jó ötlet ez számotokra, hogy nem kell külön bemenni mindenféle oldalakra, aztán oktató videók alapján elkészíteni magát a Kalatú házunkat, hanem mi szponzorok megcsináljuk nektek, tehát most mennyiből tart tényleg egy másfél-két óra szállt egy szép alapoldalt tudunk csinálni. Épp most készült egy jó FG Express-es oldal, ugye Erzsikének most csináltuk meg, és ő például pont most van benne ebben a folyamatban, és ugye a gyakorlat az, hogy amíg megcsináljuk ezt az oldalt, addig van egy olyan oldalunk, ami ugye a Kalatú oktatással foglalkozik, és abban azon belül van egy olyan rész, ahol a poszt bejegyzések, tehát hogy hogyan kell egy ilyen posztot megírni, azt a videót megnézhetjük vele. Na most ez gyakorlatilag nagyon jól működik, mert amíg megnézi a posztbejegyzés nevezetű videót, esetleg még van a Hogyan blogolj nevezetű videó, amit én megszoktam nézetni. Tudjátok, eleinte ingyenes volt ez a videó, aztán fizetős lett, aztán megint össze-vissza kavar volt belőle. Én nekem az a véleményem, a privát véleményem, ezt a szponzorok szépen odaadják, ezt nem tesszük ki a nyilvánosságra, mert ugye ez egy fizetős videó, de ezzel a videóval és magával, hogy hogyan blogolj, egy posztbejegyzés elkészítése címszóval, ezt a kettőt, ha megnézitek, addig mi megcsináljuk az oldalt. Amikor készen van az oldal, akkor már esetleg délután már ki is próbálhatod magad, szépen bepötyögöd a kis blogbejegyzésedet. Egyébként ez nagyon tetszik mindenkinek, én azt látom, mert tulajdonképpen semmilyen nehézség nincs benne. Gyakorolni kell egyébként. Tehát nap is volt például egy olyan, hogy Erzsike nem tudott bemenni, valami oknál fogva valamilyen lépést kihagyott. Aztán én gyorsan csináltam egy új oktató videót, direkt privátban neki, nem volt nehéz, hogy hogyan csinálja meg lépésről lépésre, hogy bejusson az irodába, a posztbejegyzés kategóriába, rákattint, és akkor már meg is írta az első blogját. Úgyhogy gratuláltok Erzsikének, hogy az első blogbejegyzés is már elkészült, még nincs nyilvánossá téve, de megírta. Tehát van egy sikerélmény, az a lényeg az egésznek. Végig fogjuk a kezét úgy, hogy tulajdonképpen egyetlen egyszer beszéltem vele, amikor regisztráltunk. Persze beszélünk többször is, de
Ameddig őt elindítottam, és elindítottam most négy hasonló emberkét, mint az Erzsike, és mindenkinek megvan a sikerélménye. Mindjárt mondok nagyon jó dolgokat, örülni fogtok nekik, hogy kik jönnek most a hálózatunkba be. Úgyhogy a szponzorálás, illetve az elindításnak az első fázisa az ez legyen. Tehát most összefoglalom egy picit, tehát valaki bejön hozzánk a rendszerbe, akkor ugye kifizeti a 9 dolláros regisztrációt, és akkor ugye elindítjuk azzal, hogy megcsináljuk neki a Kalatú oldalt. Mi egy fő ilyen mintát készítünk el, 14-15 fajta minta van most állandóan, változtatják, tehát egyre több lesz, de egyébként mi kiválasztunk egy videós mintát, amit bármikor meg lehet változtatni. Ez alapján fölépítjük a házikót. Innentől kezdve megnézettünk két videót a jelöltünkkel, és amikor ő megnézte már a videót, tulajdonképpen a délután már blogolt, és hogyha reggel elkészítettük az irodáját. Na most, mi a további lépés? További lépés az, meg kell tanítani legalább 9 blogra, 9 olyan blogbejegyzést írunk, ami ugye a saját termékéről szól. Tegnap szó esett arról, hogy hogyan kell ugye egy történetbe belefoglalni a te terméktapasztalatodat. Tehát az első az mindig az legyen, hogy te hogyan találkoztál a cégeddel, illetve a céged termékeiddel, milyen problémát oldott meg az a termék vagy termékcsalád, és így egy folyamatba próbáld ezeket leírni. Nem kell nagyon-nagyon hosszú litániát írni, azért kell tulajdonképpen így elkezdeni szépen blogolgatni, hogy a kereső optimalizálás miatt, hogy a Google rád találjon majd egyébként is magától is, és én mindenkinek javaslom, hogy az első 9 blog, én úgy mondom, hogy 9, már ugye 9 elfér kényelmesen, aztán utána be lehet állítani, hogy folyamatosan több is elférjen. Ez egy ilyen gyakorlásképpen legyen. Leírod a saját történetedet, utána én azt javaslom egyébként, hogy ha van egy terméked, amit te eszegetsz egyébként is, abba is csináld meg a 90 napos programodat. Azért, mert ezt a 90 napot minden napot le tudod írni. Mit tudsz erről írni? Hát, hogyha mondjuk fogyást csinálsz, azt ragyogóan meg tudod írni a 90 napban, mert ugye vannak buktatók, vannak hepék, meg kupák, valamikor jobban érzed magad, amikor kevésbé érzed magad jól, minden terméknél így van. És amikor jönnek a méregtelenítési tünetek, akkor mi csináljál, hogy ugye sokkal több folyadékot így áll, és ezt leírod ilyen naplószerűen. Na most az az ember, aki majd rád fog találni, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan, az ugyanezt az eredményt akarja, mint te, és látja, hogy napról napra te mit fejlődtél a program használata során, és ő is rákapcsolódik a te programodra. Mennyivel másabb ez, hogy mit tudom, egyik nap íz egyik termékről, a másikról a másik, aztán utána beírod, hogy na, ennek ennyi a C-vitamin tartalma, ez meg ezt tartalmaz, és szegény vásárló meg azt tudja, hogy mit kommunikálsz, és elmegy egy másik oldalra. De ha azt látja, hogy te arról blogolsz, amit te tulajdonképpen elértél az adott termékről, és ez naponta, napról napra, akkor azt mondja, hogy ó, hát ez ennyire egyszerű, ezt én is meg tudom csinálni, és leköveti azt a lépés sorozatot, amit te is lekövettél, és ez az, ami másolható. Azt mondja David Wood, hogy lehet, hogy te jó dolgot csinálsz, csak nem másolható. Tehát mindig azt írjátok is föl magatoknak, ha gondoljátok, hogy másolható dolgot kell csinálni. És ez a lépésről lépés, a technika, ez másolható. Írjatok már ide egy 10-est, aki egyetért velem abban, ugye közös nyelvet kell beszélnünk, hogy ez a munkamódszer, ez így másolható. Ha nem, akkor azt is meg tudjuk beszélni természetesen, de én a David Wood tanításait követve, én azt látom, hogy ez működik. Oké, hogyan megyünk tovább? Írod a blogbejegyzéseidet, és ezeket a blogokat tulajdonképpen, amiket írsz, ezt meg tudod úgy is csinálni, hogy ugye ebből egy hírlevél sorozat is lehet. Érdemes megcsinálni. Én ezt megkreáltam így, és sokan kérdezik, hogy mit írjak a hírlevelekbe. Hát ugyanezt nyugodtan meg lehet írnod. Tehát a következő feladat, ezt ma Erzsike megcsináljuk majd nálad is, van egy magyar nyelvű levelező rendszer, úgy hívják, hogy listamester. Nem tudom, ismeritek-e, biztos ismeritek. Lehet használni Aweber-től kezdve, mindenféle más GetResponse-ot is például. Ezek fizetős rendszerek. Nekünk
gyakorlásképpen, ugye 100 feliratkozóig ingyenes, nyugodtan a listamester tudjátok használni, www.listamester.hu, itt fölmentek, beregisztráltok ingyenesen a saját e-mail címetekkel, adtok neki egy jelszót, nagyon fontos, hogy emlékezzetek a jelszóra, mert utána összekavarodik minden, és utána szépen be lehet ide jönni, magyar nyelven szépen megírni a hírleveleket. Erről, ha gondoljátok, nem tudom, hogy erről van-e oktató videó, de megint erről csinálunk egy oktató videót, hogy lépésről lépésre hogyan kell beilleszteni a hírleveleket, és elkezded a blogbejegyzéseidet szépen bemásolni a hírlevelekben. Na most a hírlevelekben nem kell az egész blogbejegyzést beletenni. Én mondjuk beletettem, mert nem tudom, miért beletettem, de felesleges, nem az a lényeg, hogy az e-mailbe elolvassák az egész blogbejegyzésedet, hanem ezt egy képként kell megjeleníteni, illetve egy picit kell írni, és a tovább nevezetű gombot, ha beleteszed, akkor ráirányítod a forgalmatod a blog oldaladra. Tehát így tulajdonképpen van egy ilyen összeköttetés a blogod és maga a levelező rendszerek között. Na most ugye nem megyek bele ilyen HTML kódolásba, de ugye, hogyha egy űrlapot kreálsz, van egy ilyen űrlapkód, azt bele kell tenni ugye bizonyos helyekre, most ebben nem megyek bele. Innen jut eszembe, Tógyár Dezső barátomnak elfelejtettem ezt az összeköttetést megmutatni, de egyébként van egy oktató videó erről, ezt majd holnap bepótoljuk, Dezső, elnézést kérem, mert most jött eszembe, hogy nekem ezt meg kellett volna csinálnom, tehát én nekem is van ilyen néha, hogy elfelejtek valamit. Úgyhogy össze kell kötni a listamestert magával a blog oldalunkkal. Ez maga az értékesítési csatornának a közepe tulajdonképpen. Amikor meg vannak írva ugye a blogok, mondjuk 9 darab, akkor körülbelül már úgy rájössz, hogy hát nem is olyan nehéz ez, kis naplózást csinálta, eltelt 9 nap, ugye úgy belaktad már úgy körülbelül a kis irodádat. Ott láthatod, mert ugye sokszor találkozol a saját irodáddal, hogy ugye ez hogy néz ki, hogy működik. Esetleg, hogyha ott valami színt vagy dizájnt akarsz változtatni, akkor azt segítünk. Tehát, hogy minél jobban a te arculatodra menjen rá az oldal. És amikor ez készen van, még mindig nem engedjük a, úgymond a fene vagy a szabadjára, mert utána nem győzzétek a válaszokat a kérdésekre, ugye elkezdenek majd a feliratkozók jönni. Csinálni kell a Facebookon egy fanpage oldalt. Idáig értitek-e, hogy mit csinálunk tulajdonképpen, ha nem, akkor újra lehet nézni ezt a videót. Csináltok egy fanpage oldalt, hogy hogyan kell csinálni a Facebookon egy fanpage oldalt, megvan a Kalatú oktatás sorozatba, egy kicsit lentebb görgettek a menü sorba, ott van egy Facebook fanpage oldal szerkesztése. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ugye több lehetőség van Kalatú oldal készítésére, és minden egyes Kalatú oldal egy bizonyos fanpage oldalra legyen összekötve. Ez nagyon-nagyon fontos, mert így kategorizálni lehet. Ugyanis, hogyha mondjuk a saját oldaladdal van csak összekötve a Kalatú, ami egyébként nagyon sok esetben látom, akkor mindent oda fog irányítani, amikor te blogolsz, és a látogatód megint nem tudja, hogy te mit akarsz. Hol erről írsz, hol arról írsz, aztán te rájönnek, hogy hát, te mindenben benne vagy, akkor nem is vagy komoly emberke. De hogyha mondjuk a fogyós oldalon csak a fogyásról írsz, amit tudom én a méregtelenítési oldalon, csak a méregtelenítésről, ha van egy cukorbeteg fanpage oldalad, akkor ott csak a cukorbetegségről, és ott nem írsz az Empower-ről fölösleges, ha meg ezo oldalad van, akkor csak egy ezo fanpage oldal van összekötve az ezo oldaladdal, tehát ezt így kategorizáljátok, ezt nem tanítják sehol, de azért mondom, hogy ha ezt így összekeveritek, akkor egy nagy káosz tud kialakulni, de mivel 3 blog lehetőséged van, lehet 3 külön fanpage oldalad. Ezt így értitek-e? Sokszor beszéltem már erről, de úgy gondoltam, hogy ezt most így lépésről lépésre meg akarom, még egyszer így át akarom rácsikálni, hogy beleégjen így a tudatba, hogy ezt hogyan kell csinálni. Megvan a fanpage oldalad, oké. Okay. A fanpage oldalra fognak kikerülni azok a blogbejegyzések, amit naponta te megkreálsz az adott termékedről. Na most ezeket a blogbejegyzéseket ugye hogyan kell kitenni? Hát úgy kell kitenni, hogy fogod magad, több lehetőséged van természetesen, most egyiket elmondom, hogy ugye
megírtad a blog bejegyzésenet, annak van egy permalinkje tulajdonképpen, de hogy leellenőrizzed, ugye rányomsz, ugye nyomsz egy olyat, hogy public post, ki publikussá van téve, megnézed, hogy jó működik-e, és akkor fölülről kimásolod az adott linket, tehát a keresőből kimásolod, és azt be tudod tenni a saját fanpage oldaladra. Na most ilyenkor egy picit várni kell, mert a Facebook néha trükközik, már rájöttem, és vársz egy picit, tölti be a fanpage oldalra azt a képet, amit tulajdonképpen már azzal fog megjelenni a fanpage oldalon a te blogbejegyzésed. Na most nagyon fontos, amikor írtok egy blogbejegyzést, akkor ott van egy lehetőség egy olyan képet kiválasztani, hogy hogyan jelenjen meg, milyen kép jelenjen meg az adott posztolásnál. Régebben nem jól működött ez a része a Kalátónak, most már megcsinálták, tehát ugye beta tesztben volt még. Most már jól működik, tehát én azt látom, hogy neve nincsen semmiféle probléma. És akkor szépen óvatosan behelyezed ezt a képet. Ott már van egy SEO-zási rész, amit hogyha akarsz, kitöltesz, ha akarsz, nem, később is meg lehet csinálni, de erre képre nagyon figyeljetek, mert ez fog megjelenni. Na most, itt van egy érdekessége, ha véletlenül te nem olyan képet raktál be esetleg, akkor sincsen gond, mert a fanpage oldalon úgy fog ez megjelenni, hogy fogod magad kiteszed, betölti a képet, és ott van lehetőséged, hogy megváltoztasd ezt a képet. Tehát ott van, hogy új kép, föltöltése, gomb, így rákattintasz, és akkor a gépedről ki tudsz választani egy blogbejegyzésedhez passzoló valamilyen képet. De most ez nagyon fontos, ezt jegyezzétek meg, mert posztolni kétszer érdemes. Reggel kiposztolod, és egy másik képpel, meg ugyanezt a blogbejegyzésedet este is kiposztolod. Erre szokjatok rá reggel, este, vagy reggel délben. Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy kétszer legalább két különböző képpel rakjátok ki a blogbejegyzéseteket, és itt is érdemes azt a technikát alkalmazni, hogy valamennyit írsz a blogodról esetleg, és ezt a kattintatós képet így teszed ki. Ez azért érdekes, mert ugye nem kell ott, hogy mindent elolvassanak a Facebookon, de épp beszéltem egy SEO-zási szakértővel, aki azt mondta, hogy érdemes a blogbejegyzésnek egy részét betenni a Facebook fanpage oldalra, mert a kereső optimalizálásnál lesz ennek nagy szerepe, mert amit te beírtál, az nagyon gyorsan a Google megtalálja Facebookon. Én észrevettem, hogy a YouTube és a Facebook hamarabb megjelenik, illetve a G+ is hamarabb megjelenik, mint egy blogbejegyzés. Gyorsabban lehet vele eredményt elérni. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy ugye maga a blogbejegyzés az három dologból álljon minimum, de kettő az biztos, hogy legyen. Legyen benne egy videó, tehát érdemes egy videót beletenni, és a videó alá, tehát rögtön egy videóval kezdődjön, és a videó alá meg, hogy miről szól a videó. Ezt nagyon jó, főleg az első 90 napon megcsinálni, mert ugye a videó az ugye képügyileg nagyon vonzó tud lenni, és megnézik a videót. Maga az írás, ezt pedig vagy elolvassák, vagy nem, de a lényeg, hogy az írást a Google keresőjének készítjük el tulajdonképpen. Hogyha valaki valamilyen problémára keres megoldást, mint olyan fogfájás, és hogyha te a fogfájásra adsz egy megoldást, akkor az, hogyha benne van a blogodba, azokra a kulcsszavakra rátalál a Google, és már a te blogodra rá tudja irányítani a keresőknek a figyelmét. Egy picit itt megállok, hogy ez így tiszta-e körülbelül, hogyha most először hallod, akkor lehet, hogy egy kicsit így visszahőköz, ne ijedj meg, mert lépésről lépésre szépen belerázódsz majd ebben. Igen, Zsuzsi közben írja, hogy a szöveg megváltoztatására is van lehetőség, a poszt mellett jobb és felső sarokban levő pici V-re kattintva. Milyen jó, hogy van nekünk egy Albert Zsuzsink, aki folyamatosan figyelgeti. Egyébként folyamatosan változtatják a Kalátót, egyre komolyabb dolgokat tesznek be, ilyen pluginokat, egyre könnyebb szerkeszteni, és hát ez nagyon jó dolog, mert ugye egy WordPress sablont na szembe azért mennyire nehezebb dolgunk lenne egyébként, tehát most nagyon könnyű így szerintem. Ja, és ez a Facebookra is vonatkozik. A Facebookot is állandóan változtatják. Most, amit én mondok, ugye egy fanpage oldalra tett ki, ez lehet, hogy
most körülbelül 2-3 hónapig lesz érvényes, nem tudjuk előre. Van, amikor meg a saját oldalra, hogyha esetleg van ilyen, vagy csoportba jobb kitenni, ő mindig változtat a Facebook, ez egy nagyon trükkös társaság. Azért érdemes lejárni ezekre a tréningekre, mert mindig a napra kész információt mondjuk. Esetleg, hogyha ez az információ megér egy 10-est, adjatok már nekem egy 10-est, mert ezért kell járni ezekre a tréningekre. Oké. Tehát ott tartottunk, hogy ugye kiposztoltad reggel és este, ugye megjelenik a forgalom a blog oldaladon, és itt ragadom meg az alkalmat, és ez látszik, hogy a mi csoportunknál nagyon jól működik, hogy lájkoljátok, kommentáljátok a egymás oldalát, azért, mert ez meglátszik a hírfolyamba, és látszik, hogy ez látogatott oldal. És hogyha egymás oldalát, hogyha mondjuk kommentáljuk, és meg is osztjuk különböző helyeken, akkor a mi csapatunk, akik így együtt dolgozunk, hamarabb érjük el a célt, mert ugye egymást reklámozva nagyobb nézettséget tudunk a blog oldalakra irányítani. Tehát ott tartottunk, hogy kiposztoltuk, forgalomirányítás, össze van kötve a hírlevél rendszerekkel, vagy a hírlevél rendszerrel, és hát folyamatosan az értékesítési csatorna, ugye ez így szépen forog, és menjünk bele a 90 napba. Na most, ha te termékkel, szolgáltatással rendelkezel, akkor nagyon fontos az, hogy te megmutasd ugye a nagy közönségnek, és amikor te kiteszed a posztodat, akkor, hogy mondjam, azt hiszed, hogy mindenki látja, nem mindenki látja, csak egy része az ismeretségi körödnek. Ezért érdemes akár privátként is elküldeni az üzenetedet azoknak az embereknek, akiket ismersz. Tehát most ez nem sok ember, egy 4-5 ember, vagy 10 ember mondjuk, akikre egyébként is számíthatsz, és van egy trükk, amit érdemes alkalmazni. Egyszerűen odaírod, hogy szia, most kezdtem el a történeteket leírni összefoglalva, mivel is foglalkozom, hogyan sikerült a problémámat megoldani, és csak pillancs már rá egy picit, ezt most odaírhatod, mint a testvérednek, vagy a közeli rokonoknak, tehát ez nem zaklatás és nem spamelés. Nézd már meg, mert ez az új oldal, most nagyon lelkes vagyok benne, és esetleg írj már egy kommentet, hogy tetszik neked is. Tehát valami ilyen megközelítéssel nagyon jó bejön egyébként, mert azt látják, hogy te nem nyomulsz, hanem elkezdtél egy információt közölni a nagy közönséggel, és hát hogyha őt érdekli a dolog, úgyis meg fogja nézni, ha meg nem, akkor meg rögtön látod, hogy érdemes egyáltalán még szóba állni vele. Elnézést. Szóval így megyünk bele az értékesítési csatornába. Na most maga a szponzorálás tulajdonképpen, amikor végigviszed a munkatársadat, az erről szólna. Tehát itt nem tyutyújgatásról van szó, hanem egyszerűen az első lépésekbe így szépen így beleteszed, hogy ő mi hamarabb, írjátok föl, ilyen sikerélménye legyen. Tehát lássa rajtad, meg a csapaton, hogy mi ezt tényleg komolyan gondoljuk, és mi minden segítséget megadunk, de nem zaklatjuk. Tehát mi azzal tudunk dolgozni, aki egyébként folyamatosan kérdez, a kérdésekre ugye mi oda tesszük, hogy hol vannak a válaszok, tehát a standard kérdésekre én általában videóba szoktam válaszolni, ha nem vagyok ottan, ha meg pedig ott vagyok, akkor rögtön megosztjuk a képernyőt, és akkor megcsináljuk. Na most, ezek a kis személyes beszélgetések. Oké, hogy az első időben ugye még nem ismeritek, lehet, hogy egymást többet beszélgettek, de ennek az időintervalluma lehetőség szerint mindig csökkenjen. Most ezt nehogy ilyen rossz indulatúnak gondoljátok, de lehetőség szerint meg kell tanulni idővel gazdálkodni. Tehát gazdálkodj a saját időddel is jó, meg a szponzorod idejével is, és ez fog tovább másolódni. Azt mondja David Wood, hogy ő sokszor elkövette azt a hibát, hogy ilyen komoly lelki fröccsöket adott a munkatársaknak. Ugye ti is benne vagytok olyanban, hogy képesek vagytok órák hosszáig elbeszélgetni valakivel, közben nem haladsz a saját valós munkáddal, a szponzorálásnak a igazi mi voltával, hogy behozol embereket, értékesítesz, hanem képes vagy elbeszélgetni 3-4 óra hosszát valakivel, gondozgatod a kis lelkét. David Wood azt mondja, hogy még megfogjuk a popóját is, hogy jobban érezze magát, amint rögök ezen a fickon. De tényleg ez van. És ebben a hibában mindig beleesik mindenki. Én is sokszor beleestem. Nem szabad.
Tehát oké, lehet megbeszélni lelki dolgokat, de ez munkahely. Ez egy olyan rész, egy olyan hely, ahol dolgozunk. Tehát nem arról szól, hogy most ki kivel, meg hogyan, meg hogy nem. Ez itt nem magánéleti beszélgetésről szól. Hangsúlyozom, megcsinálhatod, csak ne csodálkozz rajta, hogy ez másolódni fog, és lesz egy csomó olyan munkatársad, akik lelki életet élnek az interneten, és nem haladnak a munkatársaknak a behozatalával. Természetesen, hogyha te most összejössz az interneten valakivel, ugye itt is komoly barátságok, sőt szerelmek születnek, az egy másik kategória. De azt ne keverjétek össze a munkával, akkor ezt külön meg lehet beszélni, tehát ahol semmi gond, vagy találkoztok, stb. De ezt csak azért mondom, mert ha tetszik, hanem úgyis bele fogsz esni ebbe, az offline házatépítők beleesnek, és képesek órák hosszáig eltölteni olyan emberekkel, hogy mondjam, időt, amit lehet, hogy annak az embernek kéne odaadni, aki meg szomjazik az igazi tudásra. Nem tudom, érthető, amit így mondok, vagy csak én estem annak idején bele ebbe a történetbe, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt így megemlítsük, mert ez a szponzorálásnak egy része. Tehát ráépítjük a rendszerre az embereket, és elkezdődik a valós munka. Na most itt egy picit megállok. Itt nagyon gyorsan az elején kiderül, hogy kivel érdemes dolgozni, meg ki csak úgy nyavajok, hogy na, mert ez se jó, az se jó, meg így van, meg úgy van. Itt nem kell leszólni sose a munkatársat, egyszerűen meg kell kérdezni tőle, hogy most tényleg komolyan gondolod? Mert ha komolyan gondolod, akkor csináld végig ezeket a folyamatokat, épülj rá a rendszerre, tanuljál, én mindig fogok neked adni olyan videót, amin által, hogyha ezt te követed, akkor sűríts bele ezt az egész munkafolyamatot a 90 napodba. Írjátok föl ilyen nagyon nagy betűkkel magatoknak, hogy a 90 nap végén, sőt már hamarabb, mit szeretnél elérni. Tehát nem úgy működik a 90 nap, hogy becsatlakozol a rendszerbe, jaj, de jó, már eltelt 4 nap. Oh, nem sokára 90 nap, és mi lesz? Hát elmondom neked, semmi nem lesz, hogyha nem alkalmazod a tudást. Tehát, hogyha úgy alkalmazod a tudást, hogy becsatlakozol, megnézed, hogy hogyan posztolj videót, illetve hogyan írjál egy posztbejegyzés videót, megnézed a hogyan blogolj videót, lesz egy képed róla, és belehelyezed a saját életedbe ezt a munkafolyamatot. Kicsit frusztráltnak érezheted majd magadat, de egy ilyen lelkes dolog lesz ez. Érzed azt a bizsergést, ú, mert valami baromi jó dologban vagyok benne, még nem tudom, hogy pontosan hogy fog alakulni, de érzem, hogy jó. És eltelik a következő nap. Minden egyes nap egy videót illik megnézni. Minden egyes nap. Megnézed többet is, de megnézed a videót, kijegyzeteled, alkalmazod. Tanítod tovább. Megnézed a videót, kijegyzeteled, alkalmazod, tanítod tovább. Megállok. Van, aki már hallgatott David Woodot, akár angol nyelven, akár magyar nyelven. Írjon már be ide egy hármast, aki már David Woodot hallgatott. Mit mond David Wood? Fogod magad, hallgatod a tudást, alkalmazod a tudást, és tovább tanítod a tudást. Épp az Albert Zsuzsival beszélgetünk, aki sok angol nyelvű adáson volt bent, folyamatosan ezt csinálják. Már a legfrissebb munkatársal, akit ugye tanítható, és ugye te tanítható vagy, ezt a munkafolyamatot csinálják. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy te ráépülsz a rendszerre, hallgatod a videókat, alkalmazod, de nem tanítod tovább. Tehát már legyen egy olyan jelölted, keres minél hamarabb 4 olyan jelöltet, de legalább egyet, akit már rögtön ugyanerre ráteszel. Hogyan tudod rátenni? Behozod a rendszerbe, ha nem tudod még a Kalátó fő oldalait összeállítani, szólsz nekünk, pikpak összerakjuk, őt is rárakjuk a rendszerre, ővele is megnézhetjük a hogyan posztolj és hogyan ír blogbejegyzés videót, ővele is megnézhetjük hogyan blogolj nevezetű videót, őt is rátesszük ugyanúgy arra, hogy hallgassa a hanganyagokat, alkalmazza a hanganyagokat, tanítsa tovább, hozzon be ő is, mert ez a másolható dolog. Kicsit humorosan mondom nektek, próbálom úgy terelni az energiát, hogy érezd, hogy ne ragadj le az energiában. Ne ragadj le abba, hogy oké, becsatlakoztam, kaptam egy ilyen Kalátó irodát, posztolgatok, de közben, most hogy van, rögtön avval a lelkesedéssel hozz egy embert, vagy kettőt. Hogy mit kell ilyenkor mondani, amikor behozol valakit?
Hát figyelj ide, egy olyan rendszer találtam, csak a rendszer szót mond ki, nem kell azt mondani, hogy Empower vagy Kalatú. Alkalmazok egy olyan rendszert, ami alapján bárkinek bármit el tudok adni az interneten. Nézd csak, itt az én termékem, rohangálhatnék én ide-oda, benzint, időt, pénzt rááldozva, hogy eladjam a termékemet, de rátaláltam egy olyan internetes rendszerre, aminek a használatával én beülök a saját szobámba, ebbe a jó melegbe, egy légkondicionált szobából irányítom a saját üzletemet. Nézd csak, így néz ki ez az egész, és képzeld el, automatán működik. Vannak itt levelező rendszere, ez egy ilyen virtuális házikó, nézd, itt vannak a termékek, itt van az én saját tapasztalatom, a tiéd is itt lesz majd, nézd csak. Te benne vagy, látom egy ilyen üzletbe, az nem olyan üzlet, mint az enyém, de látom, hogy hasonló üzlet. Nézd csak, nekem ide az van fölírva, hogy Tiens, neked az lesz fölírva, hogy Sunrider. Hogy az lesz, hogy MV. Mit szólsz hozzá? Van a tienssel, vagy az MV-jel kapcsolatos történeted? Van, ugye? Te ezt ide fogod beírni. Na, mit szólsz hozzá? Én ezt megtanítom neked. De amíg én tanulok, gyere velem, tanuljunk együtt. Sokkal könnyebb együtt tanulni, mint hogy most egyedül gürcöljek. Én azért kerestelek meg most téged, hogy együtt egy ilyen kis osztályt csináljunk, minél többen tudjuk a tanításokat követni, és alkalmazni a tudást, és minél több, tudom én, MV terméket adjunk el, vagy Herbalife, vagy teljesen mindegy. Értitek ennek a lényegét? Azzal a lelkesedéssel, ahogy te becsatlakoztál, ne állítsd meg az energiát. Ne áll, avval nincs kész, hogy te bejöttél, és akkor hát most már milyen jó, meg magától fog működni minden, nem fog magától működni. Nem fog sikeres lenni, ha az energiát nem áramoltatod. Áramoltatni kell az energiát. Láttatok már aikido edzés biztos. Ott az van, hogy jön egy energia, ami, hogyha te nem hajolsz el, akkor fejbe fog vágni. De ha elhajolsz, és viszed tovább az energiát, akkor egy picit kell csak megpöckölni az ellenfelet, és az 4 métert repül el. Itt is ugyanez van. Bejöttél a rendszerünkbe, rácsatlakoztál a rendszerbe, tanulsz, alkalmazod, tovább tanítod, és ebben a tovább tanítással tulajdonképpen az energia folyamatába belekerülsz, és csak egy pöckölés kell, szó szerint, hogy ő is ugyanezt csinálja, és észreveszed, hogy hirtelen 10 vannak már a szervezetedbe, akik ugyanezt tanítják tovább, mert baromi egyszerű és másolható. Írjatok már ide egy 10-est, aki úgy gondolja, hogy ez a módszer, ez másolható. Nyugodtan, aki azt mondja, hogy hát, ez hülyeség, az írom be egy hülyeséget. Értitek? Tehát az nem másolható, hogy behozod az emberkét a hálózatunkba, és ráépíted egy honlapra. Bár elméletben működik, csak a gyakorlatban nem. Ha működött volna a gyakorlatban, akkor én nem vesztettem volna el egyetlen egy nap alatt 35 utazási irodával működtető emberkét. Miért? Azért, mert nem csináltam végig ezeket a munkafolyamatokat, amik a szponzorálással kapcsolatos. Behoztuk ugye a Firefast embereit, rátettük a sikerkifőzdére, és ott véreztek el, mert nem tudták végigvinni a folyamatot. Miért nem tudták? Nem voltak ők ostobák, egyszerűen nem az a beállítottságú emberek voltak, akik a oktató videók alapján meg tudták volna önállóan az egész munkafolyamatot csinálni. Nem tudom, hogy jártatok-e így, jó lett volna az elmélet, csak nem működött gyakorlatban. Ez a munkamódszer, amit most mit csinálunk, hogy megkreáljuk neked, kedves csatlakozó, a honlapodat. Hogyha megvan a honlapod, ráteszünk 2 videóra, megtanítunk egy e-mailt írni tulajdonképpen, egy videóval, egy szöveggel, és ezt megtanítjuk, hogy hogy kell kitenni a Facebookra. Közben fogjuk a kezedet, átnézzük, hogy jól csinálod-e, megosztjuk a képernyőt, és 2-3 ilyen alkalommal már tudni fogod, hogy mit kell csinálni. Annál is inkább már ezt is videóra rögzítjük, és meg tudod nézni. Nem megy szanaszét a figyelmet, hanem fókuszban marad a figyelem. És ez a fókusz az arra jó, hogy egy irányba marad folyamatosan, ugye 90 nap alatt a fókuszod, nem az van, hogy bemész egy honlapra, és ott vérzel el, mert nem tudod, hogy melyik videót nézd meg, hiába van lépésről lépésre, nem tudod. Tehát nekem az a véleményem, hogy itt elvéreznek az emberek. Ezzel szemben ez a módszer ez nagyon jól működik, mert ha nem működne, akkor nem jönnétek folyamatosan csapatostól, hogy én is ezt a módszert szeretném.
Mit szóltok ehhez a módszerhez? Eddig Steam, úgy ebben szerintem nincs semmi olyan, ami nem érthető lenne. Ugye Berta is beírta, hogy így igaz. Közben Janis, hogy a Firefox-ban tevékenyen szeretnék segítséget kérni, hogy ne vérezzek, mint az előttem lévő kollégák. Igen, tehát Jani, csinálunk neked egy Firefox oldalt, nagyon könnyen meg lehet ezt kreálni, és hogyha ez megvan, ugyanezt fogjuk fel. Teljesen mindegy, milyen cégnél vagy, csak a bannereket kell kicserélni, és a blogokat ugye ugyanúgy ki kell cserélni, és tulajdonképpen ugyanaz a munkamódszer, behozhatod a Firefox-os kollégákat, és őnekik is hangsúlyozom hasonlóan. Itt egy picit megállok, mert az utazásra, aki utazással foglalkozik, fantasztikus órá lehet tenni a kállatuk. Mind a World Ventures-re, mind a Firefox-ra olyan érdekes sztorikat lehet rátenni. Ugye az utazás az gyönyörű dolog, tehát a tengerparti képek, meg sok különböző dolgokkal nagyon jókat lehet, de a saját utazási sztorik azok a legcsodálatosabbak. Én látok kint a Facebookon, most is egy pár ilyen nyári kalandot kitesznek az emberek, de milyen jó lenne ezt egy blogba beletennék. És akkor úgy mutatnák be a nagy közönségnek. Látjátok, hogy így is úgy is blogolnak az emberek, csak nem tudják és nem keresnek vele pénzt. Tehát a házi feladat, főleg akik utazással foglalkoznak, látjátok, hogy posztolnak ki emberek utazásokat. Hát uram, bocsánat, hívd már föl őket, keresd már meg, fú, milyen jó kiránduláson vettél részt, miért nem egy blog oldalba teszed be, vagy gyere, megmutatom, hogy lehetne ez frankon, hogy pénzt is keres vele azért, mert te lefényképezkedsz a tengerparton kisfiaddal mondjuk. Ezzel lehet pénzt csinálni, ne ragadjanak bele ők ebbe, hogy csak a Facebookra tesznek ki. Ez is egy tárgyalási alap, egy bizalmi hídnak a kialakítására nagyon-nagyon jó, és látja a jelöltet, hogy te jót akarsz neki, te nem egy kállatot akarsz eladni neki, hanem megmutatod azt, hogy figyelj, de hát így is úgy is posztolsz, látom. Tedd bele ezt egy blogbejegyzésbe, mert ezzel te pénzt tudsz csinálni, gyere, megmutatom, hogy hogyan. És már akkor rá fog jönni, hogy ó, hát ez tényleg, hát ugye becsatlakozok a rendszerbe, behozok valakit, kapok érte ugye 17,5 dollárt, és 100 ember után már 1750 dollárt. Ez egy jó, nem? Ez egy jó dolog. Igen, azt mondja, na most itt figyeljetek oda, ugye beírta Jani, hogy Jani, te a tienst képviseled, nem? Az nem működött az Empower-en? Most akkor hogy van? Itt van az, hogy figyelj a fókuszra. Egy kicsit csináld ezt, akkor utána kicsit csinálod azt, akkor még be se fejezted, és elindulsz egy másik cégnél. Ne tegyétek. Ezt hívják MLM prostitúciónak, hogy nem tudják az emberek, hogy te mit csinálsz. Lehet, hogy nem nekem tűnik föl, meg neked se, hanem az, aki figyel téged. Hogy most még a tienst csinálod, most még már Firefox, hogy van ez akkor. De tehát te úgy kommunikálod, hogy milyen jó, hogy nekem van egy kállátó rendszerem, ami alapján én becsatlakoztam a tiensbe, elkezdtem a tiens termékeket foglalkozni, mert volt mondjuk egy gerinc problémám, és a tüsi nevezetű termék, meg a méregtelenítés meghozta a gyümölcsét. Észrevettem, hogy azért már a pénzt azt nem az orvosoknak viszem, hanem megmarad az a pénz. Hát akkor elkezdtem utazni, gondolkozok azon, hogy kell utazni, véletlenül rátaláltam egy olyan cégre, ami olcsóbban adja az utazásokat, mint tudom, az IBUS, és hát úgy néz ki, hogy nekem megtetszett, ezt becsatlakoztam. Nem az van, hogy most rossz a tiens, és azért most inkább átnyergeltem a Firefox-et, hanem meghozta a gyümölcsét a problémámra a tiens, nem fájgerincem, felszabadult a pénzem, el tudom költeni utazásra. Hát itt jön a szlogen, hogy hülye azért nem vagyok, mint a MediaMark. Olcsóban veszem meg az utazást, és látom, hogy még pénzt is tudok vele keresni. Szuper, rátettem a második kállátó blogomat az utazásra. És ha így kommunikálod, csak kommunikáció kérdése, akkor a jelöltet, például most jelen esetben a Jani, akkor nem fogja ezt megkérdezni, hogy most mi van, nem ment a tiens, és akkor azért most fájjon fász. A kommunikáció a rossz. Azért figyeljetek. Jó hírem van egyébként, a online akár 10 üzletet is tudsz csinálni. De akkor csak, ha már az egyiket fölépítetted. Tehát nem az, hogy most becsatlakozó 10 üzletbe, fölépítesz rá 10 kállátó blogot, és akkor várod a csodát, mert elveszel a sok munka folyamatban. Ne, egyre álljál rá, mint én például ráálltam a Herbalife-ra, csináltam rá egy oldalt, a fő csapás irányom nekem az Empower Networknek a kállátó rendszere.
leteszteltem, hogy működik a Herbalife-nál. Ezt én mindig kommunikálom is, látjátok. Ez a jó kommunikáció. De hogyha én úgy gondolom, hogy most a, mit tudom én, a Firefast-szal szeretnék utazni, akkor azt úgy fogom lekommunikálni, hogy ahogy az elébben elmondtam, hogy meghozta az eredményt a Herbalife, jó keresek az Empower-be is, de most nyitok egy másik cég fele, mert úgy néz ki, hogy a Calato alkalmas arra, hogy több üzletet építsek. Értitek, a kommunikáció itt a lényeg. És azt látják az ismerőseid, akkor azt mondják, hogy hó, hát itt lehet ilyet csinálni, nekem is van egy termékem, na ide nekem, akkor hogy is kell ez? És akkor blabla, ráépül a rendszerre. Egy kicsit így elkalandoztam, de muszáj volt válaszolnom ugye a kérdésre. A szponzorálásra visszatérve, online egy fantasztikus dolgot lehet csinálni, amit nem tudsz offline ilyen gyorsasággal, ilyen globálisan építeni. Ugye offline, online, hogyha összehasonlítod, ugye egyikben nagyon sokat kell utazni, a másikban pedig otthon vagy. Mindegyiknek van előnye, meg van hátránya is. Nekem az a véleményem, hogy egyszerre kell jól csinálni az egészet, és ezt kommunikáljátok is le, hogy nem kell abba hagyni az offline munkamódszert, csak át kell csoportosítani. Tulajdonképpen egy előmarketinget kell ahhoz, hogy mondjuk egy rendezvényre el tudj hívni embereket. Ha te folyamatosan írsz, mondjuk a tiensnél maradjunk, folyamatosan írsz a tiensről, és tudod, hogy szombaton lesz egy rendezvényed, vagy két hét múlva lesz egy rendezvény, akkor már egy előpromóciót tudsz előkészíteni a blogokon keresztül. És nézzétek meg, ha többen csináltok ezt csapatba, a következő tiens rendezvényen mennyivel többen fogtok lenni. És azokat az embereket, amivel többen vannak a tiens rendezvények, azokat ti hoztátok. Már meglátják azok az emberek, akik pedig csak az offline munkamódszert használják, hogy melyik a hatásosabb. Tehát ezt nagyon jó ilyen suttogó kampányra föl lehet használni. Akkor online, itt vannak ezek a konferenciatermek. Ugye, akinek szüksége van arra, hogy tartson a csapatának bemutatókat online, azt ugye a mi csapatunkba megajándékozzuk egy ilyen konferenciateremmel, amit most én bérlek tulajdonképpen, és neked ingyen is bér, mert odaadunk egyet. Használd. Megoldható. Nem kell érte fizetned. De ezt használjad. Ha összehívod mondjuk a munkatársaidat, a szponzorodat elhívod, összehozol 4-5 várost, és tartotok egy úgynevezett bemutatót, PowerPointos bemutatót, ahol beszélgettek a termékedről, a termékeid hatásáról, és tulajdonképpen ide be tudsz vonzani embereket, és tudsz szponzorálni ezzel. Ez is hozzátartozik, ugye, hogy offline tréningek mellett online tréningeket lehet tartani. Erre nagyon jó példa az, amit én gyakorlatban csinálok. Csak mutatom a kontraktot. Ugye volt az elmúlt héten, vagy azelőtt már nem tudom, egy hét, amikor nem voltam. Volt-e különbség, hogy nem volt reggeli meeting, meg hogy most van reggeli meeting? Volt őszintén, hogy volt-e különbség a kettő hét között, hogy amikor nem volt reggeli meeting, akkor a lelkesedés az lehet, hogy így csusszant lefele. Így volt, vagy nem így volt? Tehát érezted, hogy valami hiányzik, sokótoktól kaptam ilyen visszajelzést, hogy jó, de a bizonytalanság érzet ott maradt. Ha van a csapatodban egy folyamatos, napi szintű, vagy minden másnap egy tréning, amit a szponzor vezet, illetve a vezetők vezetnek, behívtok oda esetleg munkatársakat, friss csatlakozókat, elmondják a véleményt, az a tűz, amiben tartani kell az embereket, az nemhogy lecsökken, nem folyamatosan ilyen emelkedő tendenciát vesz. Ez is az online-nak az ereje. Tehát amikor tárgyaltok házatépítőkkel, mondjátok ezt el, hogy ez az újabb trendi. Ez az, ami sikerré fog kovácsolni a csapatot, és bárki, bármit mond, a heti vagy a napi szintű kommunikáció a csapattal, tehát a szponzorálás, munkatársi szponzorálás, az gyorsabban ért sikereket, mint hogyha, mit tudom én, egyszer találkozzunk már a Lurdi házba egy héten, vagy gyere már el egy rendezvényre, hát nem biztos, hogy kedved van elmenni egy rendezvényre. Tegnap volt egy ilyen foleverös beszélgetésem, és mondta az egyik hölgy, hogy ő nagyon-nagyon beleszeretett a foleverbe. Tök jók a termékek, tényleg így van, helyrehozta az egészségét. Ő úgy gondolta, hogy elkezd dolgozni, és
Ahogy elkezdett dolgozni, rögtön egy falba ütközött. El kell menni hétvégén egy rendezvényre. Igen, nem? Csak a Budapest, meg az ő saját lakhelye, közt van 300 kilométer. Hát ő neki most nincs kedve ebbe a nagy melegbe, meg elkölteni egy csomó pénzt, fölmenni Budapestre, visszamenni, tudjátok, ez a macerát. És a szponzor az meg hirtelen ilyen mérgesen nézett rá, hogy hát tulajdonképpen, hogyha te nem így dolgozol, akkor lehet, nem is fogsz elérni sikereket. Ezt én úgy hallottam. Na most ide jön az, hogy ahelyett, hogy a szponzor azt mondta volna, hogy figyelj ide, oké, megértem a problémát, tényleg most olyan helyzet van, hogy lehet, hogy nem fogsz tudni följönni, semmi gond, mi ott leszünk, fölvesszük neked videóra, vagy akár elviszünk egy laptopot, és tulajdonképpen egy kamerával ő egy részét, természetesen nem az egészet, de egy részét tudod nézni online, és mi mindenről beszámolunk. Sőt, blogbejegyzést fogunk közzétenni arról, hogy mi volt ott a rendezvényen, milyen eredmények voltak, és meglátod, olyat fogsz látni a blogon, ami alapján neked a következő rendezvényre nem is kell könyörögni, te fogsz jelentkezni leghamarabb, és bármennyibe kerül ez a rendezvény, te leszel az első sorban leghamarabb ott. Értitek a kommunikációt? Föl kell ehhez nőni tulajdonképpen, és hogyha az offline és az online szponzorálás ilyen módon fog történni, akkor tulajdonképpen a network marketing szakma itt Magyarországon is ugyanabban a formában fog menni, mint ami Amerikában van, meg ugye a kinti országokban. Mert David Woodick már ezt csinálják, most lesz ugye a Las Vegas-i rendezvény, de folyamatosan az irodákban, a blogokban már erről szól, már kedvezményesen jegyeket árulnak, sőt, tudod nézni online bizonyos feltételek mellett, hogy mi fog történni ott. Tehát ez a jövőnek a szponzorálása, ez a jövő hálózat építése. Akárkinek tetszik, vagy akárkinek nem, e fele megyünk, és mi ezt tanítjuk itt Magyarországon. Úgyhogy hát így a szponzorálás, új munkatárs elindítása lett volna a célom itt ezen a pénteki reggeli meetingen. Nagyon szoros az idő, mert nem sokára, még egy pár nap hiányzik, és végzünk a 90 napos tréninggel, és hát ugye mi lesz utána, még egy 2 percet, hogyha gondoljátok, beszélek erről. Folyamatosan olyan emberek keresnek meg, akik egy úgymond a kommunikációban egy magasabb kategóriát képviselnek. Tegnap is tárgyaltam, tegnap előtt is, azelőtt is olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy leesett a tantusz, miről beszélsz. Most már tudom, hogy hogyan kell. Nekem is van egy olyan termékem, amit a nagy közönségnek most már oda kellene adni. És olyan trénereket fogok nektek hozni, akikkel együtt egy magasabb szintre tudjuk emelni a mi munkánkat is. És nagyon-nagyon fogtok nekik örülni. Nem mondok még neveket, de már nagyon lelkesek vagyunk. Összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy oké, ez lesz az, amire vártunk mindannyian. Úgyhogy még nem árulhatok el dolgokat, de örülni fogtok nekik. Úgyhogy ennyi lett volna a reggeli meeting. Most azt hiszem péntek van. Igen, jól tudom, én sose tudom, milyen nap van. Legközelebb hétfőn találkozunk, de még mindig képlékeny a vasárnap esti tréning, mert terve van, hogy akkor elindítjuk a vasárnap este 8-kori tréninget, hogy még több információt, még több lelkesedést tudjunk nektek adni. Úgyhogy ennyi lett volna ma. Remélem tudtam értéket adni, egy kicsit úgy összeszedettebben akartam ezt a tréninget csinálni, remélem sikerült, úgyhogy találkozunk jövő héten vagy vasárnap. Sziasztok, az erő legyen veletek! Audio Jungle.
Audio Jungle.